Csirka László Néptánc Együttes 1976-ban alakult. Célja a magyar folklór hagyományok továbbéltetése, átadása és előadása, beleértve a magyar néptáncot, népzenét, népdalt, népviseletet. Igyekeznek a fiatalok mozgás kultúráját fejleszteni, számukra értékeket mutatni. 40 éve az amatőr művészeti és táncház mozgalom fellendülő időszakában Varga Zoltán koreográfus, az együttes első szakmai vezetője indította el a csoportot. Az alapozó évek után egyre több fellépésre, fesztiválon és külföldi utakon való részvétel egyik lehetőség. Az együttes járt Törökországban, Bulgáriában, Finnországban, Csuvasiában, Németországban, többször Olaszországban, ezen kívül Franciaországban, Görögországban és Szlovákiában is. Az együttes a Matyóföldi Néptánc Fesztiválon szerezte meg először aranyminősítését, majd a néptánc antológián is szerepeltek. A csoport a Bartokovics Béla Kulturális Egyesület tagja. 2012-től Bécsi Gyula az együttes vezető. Ez ott az 5 év alatt ugye utánpótlást neveltem ki több csoportban, valamint elkezdtünk fesztiválra járni, és ennek is rengeteg hozadéka volt. Többek között olyan koreográfusokkal, művészeti emberekkel tudtunk megismerkedni és dolgozni, akik az országban elismert emberek, ezért nagy esélye volt. Azon kívül, hogy rengeteget készültünk egy-egy fesztiválra, hogy valamilyen eredményt, pozitív eredményt el fogunk érni. A színházban tartott előadáson régi és új koreográfiákkal 120 táncos lépett színpadra.